Nem fordítasz hátat egy családtagnak. Hey! Kereshetsz 50 ezer dollárt évente, úgy, hogy körülötted az emberek 25 ezeret keresnek, vagy pedig kereshetsz 100 ezer dollárt évente, úgy, hogy körülötted mindenki 200 ezeret keres. Ez egyértelmű. Ez egyértelmű. A 100 ezer azért, mert egyrészt ez nekem is jobb, másrészt ez másoknak is jobb, és ami másé, az nem az enyém. Valami lendületet rakjunk ebbe a videóba, srácok, mert ezek a szobás videók, ezek egyelőre. Inkább olvasnál 12 oldalt minden nap egy 144 oldalas könyvben, ami azt jelenti, hogy 2 hét alatt olvasod ki, vagy pedig, nem, 12 nap alatt olvasod ki, vagy pedig 3 naponta olvashatsz 50 oldalt egy 132 oldalas könyvben. Ki a jó Istent érdekel? Ki a jó Istent érdekel? Akkor viszont 4, ugyanúgy 12 nap alatt olvasom ki, de viszont csak a 132 oldalas könyvet. Szóval vagy több oldalt olvashatok, többször, kevesebbet, vagy kevesebb oldalt olvashatok, de akkor intenzívebben 3-szor. Inkább intenzíven 3-szor, és akkor, hogyha mit tenni, van valami izgalmas rész a könyvben, akkor nem kell leraknom a könyvet. Melyik étteremben dolgoznál, A-ban vagy B-ben? Az A étteremben 18 dollárt kapunk óránként, és nem kaphatunk borravalót. A kaják azok ilyen 8 dollártól 25 dollárig mennek, vagy pedig dolgozunk a B étteremben, ahol 10-50-et kapunk óránként, és engedélyezett a borravaló. A kaják ugyanúgy 8-tól 25-ig. Hogyha Amerikából indulunk ki, hogyha visszaemlékezek, amikor Amerikában voltunk, még ez egy videóban is beleraktam, hogy érdekes volt, hogy ott ugye elvárják tőled a borravalót, és rettentő sok borravalót várnak el, mert ugye nekik az a, inkább az a fő bevételük, mert nagyon keveset fizetnek ott nekik. És én lehet a B-t választanám. Azért választanám a B-t, mert sokszor van olyan, már ezt a külföldi talkshowban láttam, hogy a nagy-nagy film hollywoodi színészek van, hogy több-több ezer dollárt adnak, és hát ha bejön hozzám Vin Diesel, és tippel. Nem fordítasz hátat egy családtagnak. Na. Ez jó. Inkább rendelni 3 pizzát különböző számlákkal, vagy pedig rendelnél 3 pizzát egy számlára, amit aztán elosztanátok. Na most itt nyilván az, is érdekes, hogy ki milyen pizzát rendel, mert én, hogyha mondjuk az egyik jó barátomat, Henryt nézem, ő rak mindig olívabogy, az összes feltétet képzétek el. Én meg általában jó vagyok valamilyen, nem tudom, szalámis vagy olasz kolbászos pizzával. Mi a jó Istenről beszélek én akkor a reggel? Hát, hogyha magamból indulok ki, mi mindig, vagy külön fizetünk, vagy elosztjuk? Változó. Ez változó egyébként. Szerintem itt, én azt mondanám, hogy mindegy. De izgalmas videó. A vagy B, Barni. Szerintem mindegy. Legyen a B, mert akkor az kicsit úgy a közösséget úgy szerintem jobban összehozza, mint hogyha most külön fizessünk, vagy pedig kifizetjük egybe, aztán majd elosztjuk, az olyan egyszerűbbnek hangzik mindig. Inkább fizetnél három dologért, és kapnál egyet ingyen, vagy pedig használnál egy 20%-os kupont. Figyelj, tegyük fel, vásárolok 10 000-ért, hogyha ott egy 20%-os kupont kapok, az ugye 2000. Ha 3 dolgot kéne vennem, és kapnék még egyet, az tuti többe kerül. Azért választanám a 20... Én a 20%-ot választanám. 20% menőbb szerintem. Előre bocsánat, srácok, ez nem az év videója lesz. Hallod? Teljes kiégés. Inkább vezetnél egy kocsit 40 km per órával, vagy pedig inkább vezetnél egy kocsit 15 méter per másodperc. Milyen kérdés ez? Tudod, mit vezetnék? Azt ott! És ez nem 40 km per órával menne. Wow, shit, figyel! 10-szer dobhatsz kockákkal. 5 dollárt fizet, az opció 5 dollárt fizet, hogyha duplázok. Szóval 1-es, 1-es, 2-es, 2-es, 3-as dobok. Vagy pedig 5 dollárt fizet, hogyha 2 páros számot kapok.
De viszont ugye akkor lehet 2-4, lehet 4-6. Itt nem ugyanannyi az esély egyébként? Hány kombinációnk van? Az elsőnél 6, a másiknál is 6 van, nem? Mi ez komolyan? Vagy 75 square feet-es alumínium alufóliát tudsz venni 4 dollárért, vagy pedig 3 dollárért az 50-est. Milyen kérdések ezek? Nézzünk valami másik oldalt. Ez a felkapott oldal. Kicsit csak vagyok kifogyva a videótletekből amúgy. Ha van valami ötletetek, írjátok meg a hozzászólásba. Inkább szívesebben beszélnéd a világ összes nyelvét folyékonyan, vagy pedig lehetsz valamiben a legjobb, amit te választasz ki. Én a pirosat választanám. Kiválasztanám, hogy én legyek a legjobb az idegen nyelvek beszédében. Igazából ugyanott vagyok. De legalább tudják, hogy én vagyok a legjobb. Ha! Az egy plusz egy dolog. Inkább kapnál 20 000 dollár értékű smukkot, vagy 10 000 dollár értékű elektronikát? Mi? Miért? Miért választják ezt többen? Hát miért? Hát eladod, azt veszed belőle 10 000 dollárnyi elektronikát, azt van még 10 000-ed. Jó, mondjuk legyen 8 000, mert tuti lehúznak az ilyen idő. Inkább lennék Godzilla vagy King Kong? Biztos, hogy... Shit. Inkább lennél minden nap ugyanabban a ruhában, vagy pedig nem veheted fel ugyanazt a ruhát kétszer. Szóval oké, hogy unalmas lesz egy idő után minden nap az a ruha, de hogyha mondjuk valamelyik nap felvesz egy ruhát, ami rohadtul tetszik neked, az soha többet nem oldhatod. Viszont ennek erre én a pirosat választottam, az változatos. Ja. Inkább lenne extrémizmos kezed, vagy pedig extrémizmos lábad. Jelenlegi helyzetben az izmosabb lábaknak jobban örülnék. Amelyik az a kocsiból nem lehet.